1899. január 29-én makon született Páger Antal Díjas, kiváló színművész. Fiatal korában hazai színházakban játszott, tagja volt a Székesfehérvári, a Kecskeméti, a Pécsi és a Szegedi Teátrumok társulatának. Akkor számított sztárnak, amikor a végszínházban tevékenykedett. Pontos, korrekt munkáját, ugyanakkor hallatlan, mély belső átéléssel megformált szerepeit mindenki megszerette, s a közönség kedvencévé vált, majd a filmszakma is felfigyelt tehetségére. Élete során több mint 200 filmet, tévéjátékot forgatott. Ő alakította Gál a cínéni két életében, de játszott a Bíró és a Hóhérban, valamint a Különös Házasság című sorozatban. Munkásságát három nagy díjjal jutalmazták. 1963-ban kiváló művész lett, 1964-ben a Káni Filmfesztivál legjobb férfi alakítás díját vitte haza, majd 1965-ben Kossuth díjat kapott. Tiszteletére Szülőváros a 2001-ben alapított díjat, amit a Makói képviselőtestület hívott életre, hogy méltó emléket állítson a város nagyszülöttének Páger Antalnak. A kitüntetést évente egyszer egy színésznek ítélik oda. A szakmai kuratórium tagjai Hegedűs Géza, Tordi Géza, Szalma Tamás, Réz András filmesztéta és Gyarmati Antal. Odaítélésének fő szempontjai az eszköztelen színjátszás és a págeri hitvallás gyakorlása. A Págerdi Páger Antal aranypecsét gyűrűjének pontos mása, a gyűrűt maga Páger Antal is díjként kapta 80 éves korában a Víg Színháztól. A korábbi évek díjazottai voltak Halász Judit, Garas Dezső, Király Levente, Vencel Vera, Csákányi Eszter, Kern András, Törőcsik Mari, Kulka János, Bánsági Ildikó, Rudolf Péter, Kútvölgyi Erzsébet, Cserhalmi György és Gáspár Sándor, még tavaly udvaros Dorottya vette át Téni bácsi híres gyűrűjének pontos mását. Idén a képviselő testület döntésének értelmében Csúlya im bővül a Páger a színművész február 7-én veszi át az elismerést.